Jó reggelt kívánok, kedves fiúk, lányok, kollégáim, tisztelt szülők, vendégeink! A 2012-13-as tanév küszöbén állunk. Tanévnyitó ünnepéinkön tisztelettel köszöntök minden megjelentet. Köszöntöm körünkben Kajsza Béla alpolgármestert és Tolnai Lászlóné jegyzőasszonyt, valamint a Történelmi Egyházak képviselőit. Kérem ünnepségünk kezdetén hallgassuk meg a himnuszt. Kálnai Adél köszöntő, a nyár az elrepült, a villanydrótra fecske ült, készül már lassan messzire, talán a világ végére. Szállnak a napok, mint a szél, keringve hull már pár levél. Nekem is mindjárt menni kell, nem cserélnék most senkivel. Táskámban könyvek, füzetek, vár rám egy pad és sok gyerek. Számok, betűk és dallamok. Szerbusz iskola, itt vagyok! Kedves jelenlévők, Szántó Attila versmondását hallhattuk. Tisztelt szülők, különleges nap ez a mai. Különleges, ahogyan minden első tanítási nap a tanévben. Különleges, mert mint általában mindennek a kezdete, akarva, akaratlan nyugtalanságot szül. Újra nagyobb fokozatra kapcsol a család, és ismét nagy úr lesz a vekker óra. Mától véget ér a pihenés, a nyugis hétköznapok sora. A tanulásé, a munkáé lesz a főszerep. Amióta az eszemet tudom, így van ez szeptemberben. A szünet hosszát mindig vitatják. Mindig vitatni lehetett. De egy biztos, a mértékegysége nem csak napokban, hetekben, de centikben is mérhető. Az iskolára készülés közepette szokott kiderülni, hogy az a ruha a cipő, ami még júniusban méretes volt, nem a mosástól lett hirtelen rövidebb,
hanem a gazdája nőtt meg alaposabban. A szünet az oka az egésznek, vagyis a szünet jobb, ha rövid, mert akkor a ruha elég hosszú. Vonhatnánk le a következtetést, de csak halkan merem mondani, mert ahogy körülnézek, többen mindezt vitatják. Meg is értem őket. Tisztelt hallgatóság! Különleges ez a mai nap. Különleges és örömteli. Igen, ma nekünk itt valamennyünknek különleges, még ha ezt most nem is érezzük. De nem azért, mert egy újabb tanévet kezdünk el. Iskolánk 106 éves történetében újabb mérföldkőhöz érkeztünk. 5 tanévet követően a tanévnyitón ismét 8 osztály sorakozott fel. Újjá születtünk. Boldog születésnapot, Tengelici 8 osztályos általános iskola. Nehezemre esik a meghatottság nélkül beszélni, és nem az az ember lennék, ha nem így tennék. 2007-ben megéltük kollégáimmal a legrosszabbat, úgymond harakirit követtünk el. A község első uniós pályázata fejlesztéseit követően, tán egyedüliként az országban, Tolna megyei kuriózumként 7-8 osztályát vesztett iskola lettünk. Még soha nem fájt annyira az évzáron azoktól búcsút vennem, akiket hatodikosként kellett útjukra engednünk. A kényszerpálya nem engedett mást, mert nem élhettük fel a jövőt. Igen, a jövőt. Mert ettől kezdve a cél csak egy lehetett, újra 8 osztályossá válni. Még többet, újabb fejlesztéseket bevezetve magasabb színvonalon dolgozni. Közben hinni, remélni, hogy van miért küzdeni. Ez az 5 év volt a mi Golgotánk. Mára látható és mérhető, vitathatatlan eredmények igazolják, hogy jó döntés született. Köszönet a döntéshozó képviselőtestületnek, élén Gáncs István polgármester úrnak. Köszönet intézményünk főigazgatójának, Fábián Józsefnek, aki iskolánkat is magáénak tekintve szívén viselte sorsunkat és mindent megtett azért, hogy közös jövőnk legyen. Köszönet a szülőknek, akik kitartottak mellettünk, hittek bennünk, és nem iratták idő előtt más intézménybe gyerekeiket. A végére hagytam azokat, akik nélkül ma nem lenne mire építeni. A kollégáimat. Ők velem voltak nehéz időkben, és velem vannak most, amikor újra süthet ránk a nap. A legnagyobb köszönetem a tantestületnek szól. Igen, ezeknek az embereknek, akik velem karolt vetették naponta legjobb tudásuk, szorgalmuk, meggyőződésük, becsületik szerint a dolgukat úgy, hogy a külvilág a legkevesebbet vehessen észre abból a traumából, ami bennünket ért. Köszönöm, hogy tanúságot tettek a küzdeni tudásról. Aki erre képes, azt tudja hitelesen átadni a mai nemzedéknek. Ez nekünk, pedagógusoknak az egyik legfontosabb feladatunk. Különleges ez a nap. Iskolánknak egy ünnepnap, a település fejlődésében egy újabb mérföldkő, melynek jelentőségét az utókor tudja csak igazán megítélni. És most hajrá, nyolcadikosok! 5 év szünet után ti lettetek iskolánk ballagó diákjai. Persze ezért nektek is van még tennivalótok. Rajtatok a világ szeme. Tisztelt hallgatóság! A mai nappal iskolánkban új arcokat látunk. No, nem teljesen újakét. Olyanokét, akik már nem ismeretlenként érkeztek hozzánk, hiszen találkoztunk már velük az iskola kóstolón. Nem csak az órákba kóstolhattak bele, hanem végre rendes széken ülve, akár csak a nagyok, nagy kalállal is ehettek nálunk az ebédlőben. Nem csoda, hogy testvérosztályuk az ötödikések kísérletében ma bátran léptek be a kapun. Hadd köszöntsem őket, akik mindennél jobban várták ezt a napot, őket, iskolánk 17 új reménységét. Kisbarátaink, első osztályosok,
A mai nappal életetek gyökeresen megváltozik. Óvodásként hányszor gondoltatok arra, hogy milyen jó is lenne iskolásnak lenni. Az óvodás álom mára beteljesül. A tanulás hosszú útjának első igazi lépését teszitek meg ma. Iskolás utatokat Farkas Zsuzsa néni, Nagy Andi néni fogja vezetni, segíteni, vigyázni. Sikereiteknek veletek együtt örül, és reméljük ritkán, de együtt szomorkodik mindkettőjük, ha kudarc ér benneteket. Intelmeiket, tanácsaikat, szavukat mindig fogadjátok meg. Én megígérem, hogy itt nálunk minden más lesz, mint ami az oviban volt. Például csak egy szóba kerül, egy szavatokba. És délután, ebéd után nem kell aludni. Senki nem tiltakozik. Zsuzsa néni így lesz? Látjátok, én megmondtam. Kóstolgathatjátok a tudás fájának gyümölcsét, megtanulva az olvasás, írás, számolás tudományát. Kívánom nektek, hogy örömmel vegyétek kezetekbe a ceruzát, a könyvet, nevelőitek szavát követve, játszva könnyedén, napról napra beljebb jussatok a tudás birodalmába. És ahogy szoktam, jó szokásom szerint, iskolai életének kezdetén, sok sikert kívánva, köszöntöm közöttünk, intézményünk legújabb tanulóit, nevezetesen is. És most kérek egy dolgot, egy fontos dolgot, hogy a többiek is tudják, kiket is mutatok be, amikor a neveteket halljátok, tegyétek fel a kezeteket. Köszöntöm körünkben Ágoston Endrét, Cseh Istvánt, Halsz Pannit, Horváth Ákost, Horváth Zoltánt, Kis Rómeó Kristófot, Lőrinc Lacikát, Mészáros Zoltánt, Molnár Mátét, Nagy Józsefet, Póner Kristóf Attilát, Pop Melitta Vanessát, Sáfrán Marcelt, Séta Máté Józsefet, Solymosi Ibolya Klaudiát, Szabadi Viktóriát, és nem utolsó sorban Száraz Balást. Kívánom, hogy váltsátok valóra mindazt, amit szüleitek várnak tőletek, és kívánnak nektek. Fogadjuk most műsorukat megkülönböztetett figyelemmel. Reggel rám köszönt a fecske, hová mész te gyerekecske? Mondom neki, hallott fecske, nem vagyok már gyerekecske. Fejszén vágtam kemény fába, sietek az iskolába. Iskolás lesz majd belőlem, sokat tanulhatsz tőlem. December 1-én örömmel találkozunk, mert az iskolában sok szépet tanulunk. Vár ránk egy kedves, vidám arcú néni, ő lesz az elsős tanítónéni. Most már ő vezet Betországba, hogy írni, olvasni tudjunk jövő nyáron. Bezárul mögöttünk óvodán kapuja, gyertek kis pajtások, vár ránk az iskola. Mi történt ezzel a sok gyerekkel? Tele van az utca már kora reggel. Vidáman koppan mindnek a lába, hova sietnek az iskolába? Hátamon a szép új táskát, biztos nagyon sokan látják. Mondja is az egész környék, iskolás lett ez a csöpség. Matus Maja elsős leszek, akár hiszed, akár nem. Nagyon jó az én kedvem, tudod minek örülök? Iskolába kerülök.
Szép volt a nyár, szép nagyon, sütkéreztem a napon. Játszottam és ugráltam, szaladgáltam, bringáztam. Halacskák a versenybe, úszkáltam a tengerbe. Homokváram összedőlt, a sárkányom elrepült. Nincs már minek maradnom, van helyette más dolgom. Nagy vagyok és iskolás, kezdődjön a tanítás. Csigáéknál néha-néha csigaapa, csigamama, kis csiga és testvérei összegyűlnek beszélgetni. Ahogy szokás nálatok, a gondokat megosztjátok. Most már többet ne habozzunk, a fiút iskolába adjuk. Írni, olvasni tanuljon, hogy majd regényeket írjon. Hát te anyuk mit is mondja, azt hiszem, hogy jó gondolat. Felnőtt már a kicsike, iskolába, izibe. Vegyél neki könyvet, írkát, kezdje el hát az iskolát. Az erdőből a kis csiga elindul az iskolába. Siet vízű, szaporázza, hátát nehéz táska nyomja. Kertek alján elhalad, fűszál levél elmarad. Egyre bíztatgatja magát, el is éri az iskolát, éppen mikor kicsengetnek, s nagy vakációt hirdetnek. Nagyon ügyesek voltatok, köszönjük szépen a bemutatótokat. Tisztelt elsős szülők! Önöket is köszöntöm abból az alkalomból, hogy gyermekük a mai nappal iskolánk tanulója lett. Kívánom, hogy közösen, folyamatosan együtt munkálkodva, kölcsönös elégedettségünkre sikerüljön ezekből a gyerekekből az életben is helytálló, sikeres, boldog embereket nevelni. Köszönöm, hogy bizalmukból e hosszú út első lépéseit nálunk, velünk kezdik meg. Tisztelt szülők, kedves gyerekek! Minden újabb tanév újabb változásokat hoz, ez most sincs másként. A tanév a mai nappal hétfőn kezdődik, és június 14-én pénteken ér véget. Összesen 187 napból áll, benne két hosszabb őszi, téli és a rövidebb tavaszi szünettel, valamint 5 tanítás nélküli nappal. A 8. évfolyam visszaállítása pedagógus létszám bővítést tett szükségessé. Egy fővel 15 főre nőtt tantestületünk létszáma. Jellemző adat, hogy 2004-ben volt utoljára, mint az idén 140 fős tanuló létszámunk, melyhez akkor 2-vel több pedagógus társult. Új pályakezdő kollégánk, egyetemi végzettségű, Leinemann Gellért a Veszprém megyei Tésről érkezett. Gellért, legyen szíves egy kézfelemeléssel mutassa magát. Köszönjük szépen. Az intézményi szolgálati lakást biztosítottuk számára, ő testnevelést és földrajzot fog tanítani. Személyi összetételünkben további változás, hogy tekintettel egészségi állapotára Pintérné Farkas Magdolna már nem kezdi meg velünk az idei tanévet, felmentési idejét tölti. Az intézményben végzett munkáját ehelyett is megköszönöm. Ezen a napközis nevelői álláshelyen alkalmazzuk, és mint volt kollégát, szeretettel üdvözöljük ismét Nagy Andreát. Kívánom mindkettőjüknek a mielőbbi beilleszkedést, váljanak kollektívánk hasznos tagjaivá. 3 óraadó kollégánk változatlan, Szerafin Ildikó Tolnáról jár hozzánk biológiát és természetismeretet okítani,
a néptáncot Zombáról érkező Csiki Gyula tanítja, míg a rajzot Tótné Csapó Sára viszi tovább. 8 tanulócsoporttal, 141 tanulóval, 4 napközis csoporttal kezdjük meg az évet, melyek összetétele a következőképp alakul. Első osztályunk 17 fővel Farkas Zsuzsa osztályfőnök vezeti. Második osztályunk szintén 17 fős, osztályfőnöke Pámer Ildikó. Ebből a két osztályból egy 30 fős összevont napközis csoport alakul, melynek vezetője Nagy Andrea. Harmadik osztályunk 19 fővel Horváth Józsefné vezetésével kezdi a tanévet. Negyedikünk 20 fős, osztályfőnöke Gajda Szilvia. Ebből a két osztályból szintén egy nagy, ez a legnagyobb létszámú, 38 fős napközis csoportot indítunk évelején, melynek vezetője Pete Ildikó. Ötödik osztályunk 15 fővel osztályfőnöke Hunyadi István. Hatodik osztályunk 18 fős, osztályfőnöke Grénusné Fergel Tibolya. Ennek a két osztálynak az összevonásából egy 28 fős délutáni napközis csoport alakul, vezetője Solymosiné Német Erika. Hetedik osztályunk 19 fős, osztályfőnöke Kolep Ingrid. Nyolcadik osztályunk 16 fővel kezdi a tanévet, melynek vezetője Vetró Katalin. Szintén egy összevont napközis csoport 16 fővel várható létszámmal alakul, ennek vezetője Leinemann Gellért. Az alsó tagozat valamennyi év folyamán önálló tanulószobai csoportok segítik a hatékonyabb másnapi felkészülést. A tanórán kívüli foglalkozásaink, a szakkörök, hittanórák a jövő héttől kezdődnek. A nyolcadikosok továbbtanulását segíti új középiskolai előkészítőnk magyarból és matematikából. A jelentkezési lapokat legkésőbb péntekig kérjük kitöltve visszaküldeni. A tankönyvek néhány kivétellel megérkeztek, azokat a tanulók, szülők átvették. Tanulóink közel 80%-a részesült ingyenes tankönyvellátásban úgy, hogy iskolánkban az érintetteknek valóban semmit nem kellett érte fizetni. A Szociális Bizottság javaslatára az önkormányzat, annak alapítványa először tudott olyan további segítséget nyújtani az idejáró iskolások családjainak, mely mindenkinek egyformán hasznos volt. A füzetcsomagok várakozást felülmúló, jó minőségű tanszerekkel segítik az iskolakezdést. Önkormányzatunk döntött az ingyenes iskolatej akció további folytatásáról, melyhez társul a heti háromszori iskolaalma juttatás is. Az iskolabusz naponta háromszor fordul, majd igazodva az óvoda iskola napirendjéhez, hiszen a tavalyi 35-ös létszám 43 főre duzzadt. Iskolatej, iskolagyümölcs, iskolabusz, és még tudom tovább fokozni, iskola rendőr. Bekapcsolódunk az országos programba, melynek célja a fokozott odafigyelés, a közbiztonság, a bűnmegelőzés oktatása. Mindkét épületünkben két-két nevelő teljesít az óraközi szünetekben ügyeletet, az iskolai portaszolgálattal kiegészülve ezek az intézkedések jól szolgálják az iskola mindennapi nyugalmának megőrzését. Az ellátási igények a hitoktatás felmérő lapját, aki még nem tette meg, kérjük legkésőbb holnapra kitöltve visszahozni. A júliai bejárok bérletüket az iskola titkárnál vehetik át. Tisztelt hallgatóság! Nem mondok újat azzal, ha kijelentem, hogy a Nemzeti Köznevelési Törvény szeptember 1-jével bevezetésével reformok sora előtt állunk. Az oktatásügy átalakítása 2013. január 1-től az állami fenntartói átvételtől kezdődik, és igazából a következő tanév során teljesedik ki. Az idei tanévben nem lesz lényegi változás, mert a mindennapos testnevelés kötelezően előírt, emelt óraszámait évek óta alkalmazzuk. A tanév számunkra inkább a felkészülést, a még kidolgozás alatt lévő szabályozóknak való megfelelést fogja majd jelenteni, mely együtt jár a gyakoribb értekezletekkel, szűkebb, tábgabb körű tanácskozásokkal. A most ismert bevezetésre kerülő törvényi feltételeknek intézményünk mind személyi, mind tárgyi, mind gyermeklétszámát tekintve maximálisan megfelel. Hiszek abban, hogy az oktatásirányítás központosítása, iskolánk visszaállamosítása, az állami oktatásirányítás megerősíti annak státuszát, a tengelici 8 osztályos általános iskola létét.
Nem tudom elképzelni, hogy az értetett erőfeszítéseink kárba vesszenek. Kedves szülők, tanulóink, mondandóm végére még egy szokásos közlemény. Elveszett holmik, elhagyott holmik keresik gazdáikat. Egy hetes kiállítást rendezünk a tanári mellett a folyosón, ezekből a ruhadarabokból. Kérjük, nevükben is fordulok hozzátok, aki megtalálja a sajátját, az most már tényleg vigye haza. Köszönöm szépen az óvónők és Horváth Józsefnének a műsor összeállításában végzett felkészítő munkáját. Megköszönöm valamennyi munkatársam közreműködését, az önkormányzat, illetve közmunkásainak segítségét, mellyel lehetővé vált a mai tanévkezdés. Tisztelt szülők, kedves diákjaink, munkatársaim, szerencse fel, jó munkát, jó tanulást, és ehhez jó kedvet, sikereket kívánunk valamennyiünknek. Ezzel a 2012-13-as tanévet megnyitom. Kérem ünnepségünk befejezéseként, a szózat előtt hallgassuk meg kedvcsinálóként Farkas Fanni vidám versét. Szinetár György, szeptemberi csengetés. Lopva még itt bolyong a nyár, a fák és a házsorok között. Ám az iskola nyitva már, és új ruhába öltözött a sok-sok pad, a fal, a tábla, és friss az ablakok virága. Az osztály újra összegyűlt, a nap sütötte sok gyerek. Sok-sok arc mind felderült, sorolva az emlékeket, ki erre járt, ki arra volt, a sok emlék szinte dalolt. Szép volt a nyár, a víz, a rét, a játék és az utazás, ott rezdül még a hangjukba a nagy élmény és a nyaralás. Ízlelgetik a tegnapot, a sok jót, mit a nyár adott. Csipognak, mint a madarak, zsibong tőlük a tanterem. De csitt, csend lesz egy perc alatt, ha tanítójuk megjelen. Igen, a tanító belép, és megkezdődik a tanév. Tanévnyitónk befejezéseként. Még a nyárban vagyok én is. Befejezéseként hallgassuk meg a szózatot. Köszönve valamennyi vendégünk jelenlétét,
Induljon akkor a mai nap. Megkérem az osztályfőnökeket, vezessék vissza osztályaikat az osztálytermekbe. Igen.